szerint ezt mindenki döntse el saját maga, hogy megadja el a személyi számát, vagy sem. Több nyilatkozat is elhangzott, akár a központi statisztikai hivatal részéről, akár a megyei statisztikai hivatalok részéről, hogy ez egy opcionális adat, és mindenki döntse el, hogy megadja a személyi számát, vagy sem. Előnye és hátránya ennek, ha nem adja meg? Tulajdonképpen a szakemberek azt tartják, vagy azt mondják, hogy egy népszámlálás során az adatok pontossága 1% alatt szokott lenni. Tehát a lakosság által szolgáltatott adatok ugyan 1%-os tűrés határa alatti pontossággal szokt, rendszerint annyit szoktak mutatni. A személyi szám az a szám, aminek segítségével leellenőrizhetőek az egyéb adatbázisok, adóügy, lakosság nyilvántartás esetében az adatok pontossága, vagy nehogy Isten ezeknek köszönhetően szűrhetők ki az esetleges átfedések. De azt hiszem, hogy és ki szeretném hangsúlyozni, ez mindenkinek a saját döntésére van bízva, hogy megadja vagy sem a személyi számot.